A már régebb óta külföldön élő és ott dolgozó üzletember Pálfi Gábor a szekszárdi UFC volt elnöke által létrehozott, általa is szponzorált Mikulás Kupa már 9 éve zajlik a szekszárdi klub szervezésében. Az elsőt még 2011-ben, a 2004-ben született kicsikkel rendezték, s a torna sajátossága, hogy ezen korosztály csapatai szerepelnek minden évben. És az is elvárás, hogy a meghívott patinás fővárosi, illetve vidéki, ezen belül dél-dunántúli klubok a legjobb csapatukkal vegyenek részt. Ugye olyan csapatokat próbáltak meghívni, akik toppon vannak, és felnézhetnek majd később a gyerekek, hogy hová jutottak el. Ugye minden csapat, ugye itt a Szekszárd környéki, ugye Paks, Pécs, minden, tehát ez 9 éve hagyományosan mindig itt vannak. Sztárvendég a Ferencváros, amely általában két csapattal érkezik az utóbbi években. Most az U16-os korosztályban is ez történt. Két neves volt játékos dirigálta a zöld-fehér csapatokat, az egyik, a koordinátor, a német Bundesligában is játékos pályafutása során hosszú éveken át maradandót alkotó Lisztes Krisztián volt. Az U16-os csapattal jöttünk, ugye ezt vettük kettő felé, egy zöld és egy fehér csapat. Szereplünk itt ezen a tornán, úgyhogy mondhatni ez a legjobb U16-os csapatunk, mindenki, aki egészséges volt, kiemelt bajnokságban szerepel, azt elhoztuk és játszhatjuk. Lisztes azon utánpótlás edzők közé tartozik, aki nincs ellene a téli teremtornáknak, a technikai képzés fontos eszközének tekinti. De valóban azért a technikai tudást azt nem árt néha csiszolni, és hogyha ez foci és jó keretek között van, akkor én nem vagyok ellene. Tény, hogy azért itt ebben a korosztályban már vannak azért felnőtt fizikummal megáldott srácok, akiknek azért valóban benne van a sérülésveszély, de talán mondhatni a műfű, meg a rendes nagy pályán is előfordulhatnak sajnos sérülések. Próbáljuk természetesen ezt minimalizálni ezeket a dolgokat, de ettől függetlenül szívesen jöttünk ide. Jöttek, nem csak láttak a zöldek, hanem az erősebb csapatuk, a Fradi hírnevét öregítve, csak úgy, mint tavaly, győzött a szekszárdi Mikulás kupán. Mind az 5 meccsét megnyerte, az ifjabb Lisztes Krisztiánt is a soraiban tudó Fradi, a fináléban az erős Kecskemétet verték a fővárosiak 3-2-re. A Fradi edzők egyébként az ellenfelek játékosait is árgus szemekkel figyelték, nem nehéz kitalálni miért. Nagyon jó alkalom egyébként, akár itt van a Pécs, a Kaposvárt, a szekszárdiak, hogy az ügyes srácokat még ebben a korosztályban is esetleg megszólítsuk, és felfigyeljünk rá itt a Kecskemét is. Egyébként vannak nagyon-nagyon ügyes játékosok a különböző csapatokban, akik már most fölhívták magukra a figyelmet, úgyhogy vannak tehetségek, hál' Istennek, csak valóban jó kell őket nevelni, és ilyenkor ez a mi egyik feladatunk is természetesen. Dél-Dunántúl meghatározó csapatai, a Pécsi MFC, a Kaposvár, a Paks, a Szekszárd állandó résztvevői a tornának. Mivel sokakat már 8-10 éves korukban ezen a tornán, a Mikulás kupán láthattak a szakemberek és a nézők is persze, így lemérhető volt a jobb memóriával rendelkezőknek, kik azok, akik 15-16 éves korukra a legtöbbet fejlődtek. Van, aki mind a 9 tornán már itt volt a Ferencvárosból, tehát igen, már 187 centi. Amikor elkezdtük 2010-be, akkor még 120 centik voltak. A neves csapatokkal szemben több, mint derekassal helytálltak az egyetlen kis csapatnak számító szekszárdi UFC-sek. Két győzelemmel és két vereséggel eljutottak ugyanis a Vrozvecsig, amelyen az NB1-es kaposvári Rákóczihoz köthető Bene Ferenc Akadémiát 4-3-ra legyőzték, és ezzel az UFC utánpótlás igazgatója Koch László által irányított U16-os csapat megszerezte a Mikulás kupán a 3. helyet.